térkoncert és átadó Pintér Zsolt, a digitális Batman alapítója nyerte el a szombathelyi hétköznapi hősök díjat. Vitéztermet avattak. 35 kitüntetett első világháborús vasi katona előtt tiszteleg a honvédségi emlékszoba. 16 csapatot jutalmaztak, éremátadóval zárult a városi amatőr kispályás labdarúgó bajnokság. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A Koprive és a Romano Drom koncertjével szombaton kezdetét vette a Nyitott Városháza rendezvénysorozat. Sok érdeklődőt vonzott a jó hangulatú zen és szabadtéri program, amelynek az első mozzanata a Szombathelyi Hétköznapi Hősök díj átadása volt. A közönség szavazatok alapján idén Pintér Zsolt, a digitális Batman mozgalom alapítója kapta az elismerést. Megteltek a széksorok a Városháza előtt szombat este. Térkoncerttel vette kezdetét a Nyitott Városháza programsorozat, ami idén három alkalmat ölel fel. Egy dologra mindig figyelünk, hogy legyenek helyi illetésségű szereplők. Így például ma este a mondjuk az helyinek vagy Vas megyeinek a Koprive zenekar. Erre mindig figyelünk. A második teraszkoncerten Bújtás Ermény és Horváth Andrea, illetve a harmadikon a Prokofjev zenekar, de mindig vannak nagy neveink, ez is a tematika része. Így ma este a Romanodrom zenekar, július 4-én Gerendás Péter, és július 12-én pedig a legjobb magyar rockzenészek való Tornóczi Gáli Észisz lép színpadra. A koncert előtt átadták a Szombathelyi Hétköznapi Hősök díjat. A tavaly alapított elismerés másodszor talált gazdára, bárki jelölhetett bárkit, aki sokat tesz a szűkebb közösségéért. A közönség szavazatok alapján a hat jelölt közül Pintér Zsolt, a digitális Batman csoport alapítója nyerte el a díjat. A négy éve alapított mozgalomnak jelenleg 1700 tagja van. Célja a digitális esélyegyenlőség megteremtése, hátrányos helyzetű fiataloknak segítenek. A sok-sok önkéntes mellett olyan neves személyiségek is csatlakoztak az akcióhoz, mint a Falkó és a Körment kosárlabdázói, Király Gábor vagy Azaria. A digitális Batman négy éve alatt most már több mint 500 eszközt juttattunk el gyerekeknek. Digitális eszközökről beszélünk. Az utóbbi időben azonban egy kicsit változott a prioritás. Az utóbbi időben beteg gyerekeket támogattunk évente 2-3 alkalommal. Ebben is volt digitális eszköz is, de voltak gyógyászati segédeszközök, vagy akár pénzadomány, de volt bent tetőjavítás is. Az első fellépő a Koprive fergeteges hangulatot teremtett a téren, a szentpéterfai tambura zenekar modern stílusokat vegyít tradicionális délszláv dallamokkal. Készültünk dalokkal magyar nyelven, horvát nyelven és a saját szerzemények mellett egy-két meglepetéssel, amit majd a koncerten meg lehet hallgatni. Az egyórás koncerten például népdalfeldolgozások, Zorán kólója és a Surda népszerű dallamai is felcsendültek. Spontán táncház kerekedett a téren. Én szentpéterfai vagyok, és a Koprive nekem az olyan, mint hogyha a saját hazám, végül is a szülőfalom. Nek a zenekara játszik, és ha lehet, és el tudok jönni, akkor az ömébe mindenhova elmegyek, ahol ők szerepelnek. A Koprive után a Romanodrom világzenei együttesé volt az alkalmi színpad. A koncertsorozat csütörtökön este folytatódik. Vitéztermet avattak pénteken a Magyar Honvédség Deák Ferenc utcai objektumában. 10 éves aprólékos kutatómunka eredményeként 35 aranyvitézségi éremmel kitüntetett első világháborús vasi honvéd tablója kapott helyet a falakon. A hősök életútja, helytállása ma is példa, hangzott el az emlékhely pénteki átadó ünnepségén. Az épület második emeletén alakították ki a vitéztermet, amely az első ilyen jellegű emlékhely a Magyar Honvédség történetében. Az ünnepségen Molnár Tamás őrnagy elmondta, büszke rá, hogy katonái a mindennapi feladataik mellett időt szántak a múlt hőseinek felkutatására is. Az általuk képviselt katonai értékek, a hősies helytállás, illetve a saját felelősségükbe vetett hitük, illetve a vitézség és a bátorság mind-mind olyan időtlen katonai értékek,
amelyek a mai modern magyar haderőben szolgáló katonák számára is példaként és iránymutatásként kell, hogy szolgáljon. Ez a terem Vas vármegye legkiválóbb férfiainak állít emléket, fogalmazott ünnepi köszöntőjében Marton Ferenc, a Vas vármegyei közgyűlés alelnöke. Akkor láthatjuk azt a magyar virtust, mely ezer éve bennünk, magyarokban szunnyad, és semmilyen rendszer nem tudott elfolytani. Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök megáldotta az emlékhelyet, majd közös imára hívta a jelenlévőket. A falakon 35 kitüntetett vasi katona életrajzát, fotóját bemutató tablók fügnek, illetve néhány eredeti fegyvert is kiállítottak. Az önkéntesek bevonásával végzett 10 éves kutatómunka során sírhelyeket, leszármazottakat, élettörténeteket tártak fel. A császár és király 83. és 106. gyalogezred hősei, illetve a császár és király 11. huszárezrednek a hősei elevenednek meg a táblákon, de a nagy vitéztáblán mind a 35 Vasvár megyében aranyvitézség éremmel kitüntetett katonának a neve fel van sorolva, a rendfokozatával, illetve avval az alakulat névvel és számmal, ahol az osztrák-magyar monarchiában szolgáltak. Minden életpálya egyedi. Németh József például, akinek a leszármazottai részt is vettek az avaton, a hátán cipelve mentette meg a sérült Lehár Antal ezredest a piavei átkeléskor. Gerencsér János pedig végigharcolta az első világháborút az első naptól az utolsóig, részt vett minden egyes ütközetben, és bár többször is megsebesült, minden alkalommal visszakérte magát az alakulatához. Fülöp András reményét fejezte ki, hogy a kutatómunka a jövőben is folytatódik. A terem a hétköznapokban tárgyalóként funkcionál, ahol a zászlóalj működésével kapcsolatos döntések születnek. Így kapcsolódik össze múlt és jelen. Véget értek a kötelező bolti akciók, de nem igazán kell drágulásra számítani. Szent László napi ünnepséget szerveztek Zanaton. Levendulát szüreteltek a mártírok terén kialakított ágyásban. Rövid híreink következnek. Mától vége a kötelező bolti akcióknak. A kormány tavaly július 1-én vezette be a kötelezvényt a nagyobb üzletek számára. 20 termék kategóriából folyamatosan akcióztatni kellett egy-egy terméket, ami az adott időszakot megelőző 30 nap legalacsonyabb áránál 15%-kal kisebb árat jelentett. Szakértők szerint a kötelező leárazás végeztével nem kell kiugró drágulásra számolni, sőt, egyes termékek még olcsóbbá is válhatnak. A városrész védőszentje, Szent László napja alkalmából ünnepséget tartottak vasárnap Zanaton. Az ünnepség szentmisével vette kezdetét, majd a Szent László parkban folytatódott. Pál Ferenc, a Zanati Kulturális és Sportegyesület elnöke, és Nemény András polgármester mondott rövid köszöntőt, majd koszorút helyeztek el a szobornál. Délután gyerekprogramokkal várták a családokat. A körhinta, légvár, arcfestés, csillámtetkó és lufi hajtogatás mellett színjátszók, hastáncosok, dalosok és néptáncosok szórakoztatták a jelenlévőket. Először szervezett levendula szüretet a Szombathelyi Belvárosért Egyesület a Mártírok terén nemrég telepített virágágyásban pénteken. Az eső ugyan ijesztegetett kicsit, de délután el tudták kezdeni a Szedd Magad akciót. Adomány fejében a szervezők biztosítottak papírzacskót a szürethez, ollóról pedig mindenki maga gondoskodott. A 9-es kávézóban kézműveskedni lehetett, a leszedett levendulából ajtókopogtatót készíthettek az ügyes kezűek. A belvárosi levendulást tavaly civil adományokból valósította meg az Egyesület, a téren közel 700 tő virágzik. Nyugdíjas határőrök találkoztak Szombaton. Egyesületük minden évben a Szent László naphoz közeleső hétvégén juniálist szervez. A kánikula ellenére csaknem 40-en nosztalgiáztak együtt jó hangulatban egy tányér gulyás és pörkölt mellett. 1992 óta Szent László nap a határőrség napja. Ez alkalomból a katasztrófa védelem Petőfi telepi gyakorlópályáján tartottak jó hangulatú multidéző találkozót a nyugdíjas határőrök Szombaton. Köszöntötték a kerek születésnaposokat, majd Horváth Attila alpolgármester üdvözölte a megjelenteket. Ezek azok a közösségek, amik egy városnak a lelkét adják.
Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy minden egyes olyan civil szerveződés, nyugdíjas klubok, városrészi egyesületek, bármilyen közösség, ahol emberek együtt vannak, jól érzik magukat, és valamit jobbá tesznek, az mind-mind megmutatkozik a város életében. Több mint 100 tagja van az egyesületnek Vasvár megyéből és azon kívülről is. Legfőbb céljuk az érdekvédelem és a határőrség egykori dolgozóinak összetartása. Igaz, hogy a határőrség lassan 11 éve megszűnt, de a határőr nyugdíjas egyesületeknek elsődleges célja, hogy a határőr hagyományokat őrizze, ápolja, a határőr név fenntartása. Ne feledkezzenek meg rólunk, és természetesen a határőröknek a érdekképviselete. Ezért vagyunk most itt, és ezt minden évben megünnepeljük a Rendőr Nyugdíjas Egyesülettel közösen. A nap kötetlen beszélgetéssel folytatódott, a nagy hőség ellenére csaknem 40-en nosztalgiáztak együtt. Előkerültek múltbéli történetek, humoros sztorik. Sokan hoztak házi süteményt, frissítőt, a bográcsokban pedig gulyás és pörkölt készült, mindenkinek jutott belőle bőven. Közel 1000 amatőr játékos és csapatvezető részvételével zajlott a 2023-24-es városi kispályás labdarúgó bajnokság. Az idény végeztével megtartotta hagyományos évzáró éremátadó ünnepségét a Szombathelyi Szabadidős Sportszövetség, ahol a három korcsoportban 16 csapat vehette át a jól megérdemelt jutalmat. Idén is bővelkedett izgalmakban a városi kispályás labdarúgó bajnokság, amely hosszú évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be Szombathely sport életében. A 2023-2024-es szezont a Városi Szabadidős Sportszövetség évzáróján megtartott éremátadón összegezték a szervezők. Tavaly szeptember 4-én elkezdtük a kispásvárosi bajnokságot 57 férfi csapattal, három korosztályba. Ugye a fiatalok, akkor 40 fölötti öregfiúk és a 47 fölötti szeniorok, illetve 8 női csapattal kezdtük el a bajnokságot. Ugye ősz-tavasz rendszer van, tehát november elejéig mentek a küzdelmek, illetve március 25-től egészen június 13-ig tudtuk tartani az előre megígért tervezetet. 13-án az EB miatt is abba hagytuk mindenképpen a bajnokságot sikeresen. Hála Isten, minden komoly probléma nélkül megoldottuk. A női mezőny képviselői már korábban átvehették az érmeket, így az évzáron a férfi csapatok eredményeit hirdették ki. A felnőtt, az öreg fiúk és szenior korosztályban összesen 18 gárda képviselői kaptak elismerő oklevelet, érmet és serleget. Egyéni elismerések is gazdára találtak. Idén a legeredményesebb gólszerzők külön díjat kaptak. Ez most egy rendkívüli éremátadó, mert azon kívül, hogy vannak díjazottak, csapatvezetők, plusz gólkirályok, én személy szerint hívtam meg olyan csapatvezetőket erre a rendezvényre, akik évtizedek óta sokat tesznek, nem csak a saját csapatukért, hanem az egész kispás labdarúgásért, és én úgy gondoltam, hogy együtt töltsük most el, hiszen nem csak egy díjátadó lesz, hanem lesz egy vacsora is mellette. A díjátadón elhangzott, hogy a szervezők már elkezdték összeállítani a következő szezon verseny kiírását, amit július közepéig minden érintett csapathoz eljuttatnak. Várják az új együttesek jelentkezését is. A tervek szerint már augusztusban elstartolhat az új idény. A szövetség szeretné az idén debütált kupamérkőzések fordulóit bővíteni, a lebonyolítási rendszert gördülékenyebbé tenni. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!